Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ezúttal a Kiper kártyákkal dolgozom. Tehát az első kérdés, mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt vannak nála bizonyos elvárások. De a képen te vagy látható, nálad is vannak elvárások. Az is lehet, hogy ő elgondolkozik azon, hogyan tovább, mi az ő elképzelése, vagy arra gondol, hogy mit szeretnél te, hogyan tovább, milyen változásokra gondolsz, mi a te elvárásod, és itt látható a gyermek, meg a gólya, és ez jelent egy új kezdetet. A gólya utal a változásokra, a gyermek jelenti az új kezdetet. Persze, ha én ezt így összefűzöm, a gólyát meg a gyermeket, az lehet egy kisbaba születése is, lehet, hogy erre gondolsz, ez a te elvárásod, vagy fordítva van így, hogy ez lenne az ő elvárása, egy kisbabának a születése, de jelentett új kezdetet, változásokat is. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt ez a nappali szoba utal az ő otthonára, sőt, ez lehet a család, a családi kapcsolat is. És itt van a börtön. Ő otthon, a családban, ezekben a kötelékekben fogva érzi magát. És mit fog tenni? Itt két hölgy látható a képen. Az egyik gazdag, a másik jó indulatú. Mindkettő rád utal a te jellemedre, és a közeledni fog, mert értékel téged. A gazdagság nem csak az anyagiakat jelenti, hanem a belső értékeket is. Te értékes vagy számára, és ő tudja azt, hogy mennyire jó indulatú vagy, otthon a családban nem érzi jól magát. Vannak elvárásai természetesen neked is, de lesz majd itt egy irányváltozás, lesz egy új kezdet. Mi fűz össze benneteket? Itt sok igazságtalanság történt. Tulajdonképpen itt egy bírósági ügyről van szó, természetesen lehet, hogy benne van ebben a helyzetben, és ezt meg kell oldania, utána lesz egy új kezdet. De mint mindig, a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és ez a kártya jelent olyan dolgokra, ami eddig igazságtalanságnak tűnt. És itt lesz most egy változás, mert ő itt is fogva érzi magát, ezt le akarja zárni. Lehet, hogy ő bánt igazságtalanul veled, megbántott téged. Holott tudja, hogy mennyire értékes és jó indulatú vagy. Vagy ő van benne egy ilyen helyzetbe, ahol védenie kell magát, hiszen igazságtalanságok vannak a környezetében, a családban, és szeretne egy új kezdetet. Légy türelmes, visszahúzódó, amíg ő rendezi a dolgokat, ami bocsánatot kér, vagy közeledik hozzád. A vonzalom megvan. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!